A vendéglátó egységekben még ezekből a műanyag tálakba csomagolják az ételt azok számára, akik elvitelre kérik. Azonban ez a jövőben változni fog, ugyanis a héten jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy július 1-től tilos lesz forgalomba hozni bizonyos egyszerhasználatos műanyag termékeket. Ezek közé tartozik a fültisztító pálcika, evőeszköz, tányér, szívószál, italkeverő pálcika, léggömbökhöz való pálcika, polisztirolból készült ételtároló edény és pohár. Mindezek mellett tilos lesz forgalomba hozni olyan műanyag zacskót, amelynek falvastagsága 15 mikron és a feletti, kivéve a biológiailag lebomló műanyagot. 2023. január 1-től pedig tilos lesz a fenti felsorolásba nem tartozó, azaz nem polisztirol, hanem más műanyag egyszer használatos italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak tetejét és fedelét is. Báti Bernadett, a BB Ételbár tulajdonosa elmondta, hogy nagyon készülnek a váltásra, mert több céggel is felvették a kapcsolatot. Utána jártunk már, mert ugye mindjárt itt lesz július. Léteznek ugye alternatívák erre, mert van a papír, van a teljesen lebomló bio műanyag, viszont ennek egyetlen egy hátránya van, hogy nagyon-nagyon drága. A műanyaghoz képest klasszisokkal drágább. Hát most próbáljuk a vevőket ösztönözni arra, hogy a saját maguk által hozott dobozokban próbáljuk tálalni az ételeket, vagy pedig akkor ennek lesz egy nagyobb költsége. Hozzátette, hogy az elmúlt években is akadtak olyan vásárlók, akik saját otthonról hozott tárolódobozba kérték a megvásárolt ételt, így bízik abban, hogy a fenntarthatóság jegyében a jövőben egyre többen tesznek majd így. Az egyszerhasználatos műanyag termékek tilalma az egész Európai Unióban érvénybe lép, azonban Magyarországon szigorúbb a jogszabály, és számos műanyag zacskót is érint.